Üdvözlöm az Oskola nézőit! Mai adásunkban biológiával fogunk foglalkozni, mégpedig egy 2017-es tesztsortnak a bemutatásán keresztül. Én azt hiszem, hogy ez nem csak a külső független értékeléseken résztvevő hallgatók számára lesz érdekes, hiszen nagyon sok olyan téma lesz benne bemutatva, ami mindenki számára érdekes és új információkat hordozhat. Ebben Molnár Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia és kémia tanszékének munkatársa lesz segítségünkre. Légy szíves, kezdjünk neki. Rendben, köszönöm szépen. Először is én szeretném köszönteni a műsornak a nézőit, és így előre is más sikeres felkészülést szeretnék kívánni a külső független tesztelésre biológiából. Most hát akkor lássunk is neki. Amilyen feladatsort én most szeretnék bemutatni, az a 2017. évi 10. füzet alapján készült, és a következő kérdéseket tartalmazza. A kérdéseknek a nagy része a döntő többség egyszerű választásos kérdés, ami azt jelenti, hogy egy kérdésre egy helyes válasz adható, amelyet általában 4 válaszlehetőség közül kell kiválasztani. Tehát akkor lássuk ezeket sorban. Mindjárt itt az első kérdés, amely így hangzik. Ezt a biológiai kutató módszert a régmúlt tudósai használták széleskörűen, amikor tényeket, adatokat gyűjtöttek. Gyakorlatilag a 18. századig a biológusok ezt a módszert használták a növények és az állatok rendszerezéséhez, jelenleg új fajokat fedeznek fel segítségével, vizsgálják a mikro- és makrostruktúrákat, jelöld meg ezt a módszert. Ugye a felsorolásban látható, hogy 4 válaszlehetőség áll rendelkezésre. Az első a monitoring, a második a modellezés, a harmadik az összehasonlító leíró, a negyedik pedig a kísérleti módszer. Mind a 4 módszer jól használható a biológiai kutatásokban, azonban a legrégebbi módszer, amelynek talán a használata is a legegyszerűbb és a legrégebbi időkig nyúlik vissza, ez az összehasonlító és leíró módszer, hiszen amellett, hogy leírták az általuk tett megfigyeléseket, amelyek vonatkozhattak bármilyen biológiai objektumra vagy folyamatra, emellett remek lehetőséget nyújtott az összehasonlításra is, ami többek közt a rendszerezésnek is az alapjául szolgált a későbbi években. Második kérdés, így hangzik, az ábrán 3 biológiai objektumt látható, amelyeket számokkal jelöltünk meg. Elemezd a szerveződési szintjükről szóló állításokat. Az első állítás az így hangzik. Az 1-es és a 2-es objektum az élet azonos szerveződési szintjén van. A második állítás pedig azt mondja, mindegyik objektum az élet azonos szerveződési szintjén van. Ugye az életnek a szerveződési szintjei alapvetően kétféle csoportba oszthatóak, az egyik az egyed alatti szerveződési szintek, a másik pedig az egyed feletti szerveződési szintek. Az egyed alatti szerveződési szintekre példa lehet mondjuk a molekuláris szint, a sejtes szint, az egyed, illetve a szervezet szintje, illetve az egyed fölöttiekre pedig jó példa lehet például a populáció vagy faj szintje, a biogeocenózis, vagy esetleg az ökoszisztémának a szintje. Az első ábrán tulajdonképpen egy paradicsom növénynek a termését láthatjuk, a másodikon egy májat, egy emberi májat, a harmadikon pedig egy kloroplasztiszt láthatunk, ami a növényekben található meg, egy fontos sejtalkotó. Az első állítást még egyszer elolvasva, az első és a második objektum az élet azonos szerveződési szintjén van. Ez tulajdonképpen igaz, hiszen itt is egy szervről beszélhetünk, és itt is egy szervről beszélhetünk, igaz, egyik a paradicsom egy növényi szerv, a termés, a másik pedig egy emberi szerv, ugye a máj esetünkben. A második állítás, az így hangzik még egyszer, mindegyik objektum az élet azonos szerveződési szintjén van, nos, a kloroplasztisz az egy sejtalkotó, tehát önmagában nem egy szerv, ezért a második állítás az nem helyes, ennél fogva esetünkben az első válasz a helyes, ami azt mondja ki, hogy csak az első állítás a helyes. A negyedik kérdés így hangzik, 2 tanuló a táblázatban látható információkat elemezve megvitatta az italok energetikai értékét. Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy 3 ital szerepel benne, valamint mindegyik ital mellett fel van tüntetve, hogy hány gram tápanyagot tartalmaz fehérjékből, zsírokból és szénhidrátokból 100 ml italra vonatkoztatva.
Megjegyzésként olvashatjuk, hogy 1 g fehérje teljes lebontásakor 17,2 kJ, 1 g zsír lebontásakor 38,9 kJ, 1 g szénhidrát lebontásakor pedig 17,6 kJ energia szabadul fel. Feladat tovább olvasva, azt olvashatjuk, hogy az első tanuló megegyezte, hogy a legmagasabb annak az italnak az energiaértéke, amely zsírokat tartalmaz. A második tanuló arra következtetése jutott, hogy a szőlőlének a legalacsonyabb az energiaértéke. El kell döntenünk, hogy kinek van igaza. Azt a következőképpen tehetjük meg, mindegyik ital esetében kiszámolhatjuk azt, hogy összességében milyen energiaértékkel rendelkezik az adott ital. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a megfelelő fehérje, zsír és szénhidrát értékeket megszorozzuk az 1 g fehérjére, zsírra és szénhidrátra érvényes energetikai értékkel, és ezeket a számításokat elvégezve a következő értékeket kapjuk. A tej esetében 100 ml ital, az 228,05 kJ energiát tartalmaz, a szőlőlé 330,76 kJ energiát, míg a narancslének a 100 ml-re 246,12 kJ energiát tartalmaz. Tehát a tanulók állításait még egyszer átolvasva, az első tanuló megegyezte, hogy a legmagasabb annak az italnak az energiaértéke, amely zsírokat tartalmaz. Nos, zsírokat a táblázat szerint csak a tej tartalmaz, és a végeredményben láthatjuk, hogy nem a tejnek a legmagasabb az energiaértéke, hanem a szőlőlének. Tehát az első tanulónak nem volt igaza. A második tanuló azt állítja, hogy a szőlőlének a legalacsonyabb az energiaértéke. Ugye a számok világosan mutatják, hogy a szőlőlének pont ellenkezőleg a legmagasabb az energiaértéke. Ennél fogva mindkét tanuló téved. A hatodik kérdés következőképpen hangzik. Ragadós végek, azok komplementer egyláncú DNS szakaszok, amelyek a kétláncú DNS molekula végéből állnak ki. A génsebészetben gyakran használják őket hibrid DNS molekulák kialakításához. Képzeld el, hogy a biotechnológiai konzultáns vagy, és egy hibrid DNS molekulát készítesz. A felsorolt szakaszok közül melyiket használod az alábbi szakasz hibridizációjához? És akkor láthatunk feladat által megadott szakaszt, egy DNS szakaszt, annak pedig egy ragadós vég elnevezésű szabad láncvéget, amely kötéseket képes létrehozni a válasz lehetőségekben felsorolt, szintén ragadós végekkel rendelkező DNS lánc szakaszok valamelyikével. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy ez a ragadós vég a válasz lehetőségek közül melyik ragadós véggel komplementer, ehhez ismernünk kell a komplementaritás elvét, ami azt mondja ki, hogy a DNS molekulában citozinnal szemben guanin, valamint adeninnel szemben mindig timin áll. Ezeknek az ismeretében lássuk az első lehetőséget, bejegyesítjük az A válasz lehetőséget úgy, hogy a ragadós végek azok egymással szembe essenek. Megvizsgáljuk ezt a három bázispárt, és ugye azt találjuk, hogy adeninnel szemben ilyenkor citozin kerül, illetve guanin, valamint a két guanin egymással szembe kerül. Ez a párosítás sajnos a komplementaritás elvének nem felel meg, ezért ezt elvethetjük. Vesszük a második válasz lehetőséget. Amit, hogyha közelebbről megvizsgálunk, akkor azt láthatjuk, hogy a komplementaritás elvének megfelel, tehát adeninnel szemben timin, illetve guaninnal szemben citozin áll. Ezáltal a helyes válasz nekünk a második válasz lehetőség lesz a hatodik kérdésben. Hetedik kérdésre rátérve, azt olvashatjuk, hogy a hagyma húsos pikkely leveleinek epidermiszéből helyesen elkészített mikropreparátumhoz a tanulók néhány csepp tömény konyhasó oldatot adtak. Miután mikroszkóppal megvizsgálták a mikropreparátumot, azt látták, hogy a citoplazma elvált a sejtfaltól. Ennek a folyamatnak a nevére kérdez rá a hetes kérdés, ami a válasz lehetőségek szerint lehet plazmolízis, pinocitózis, deplazmolízis, illetve fagocitózis. Ugye ezt a folyamatot mikroszkópban nagyon szépen vizsgálhatjuk, ez az ábra jelenti a vizsgálat előtti állapotot, ez pedig a vizsgálat utáni állapotot. Nyilván az ábra egy nekünk már súg is, a plazmolízis folyamatáról van szó,
Ilyenkor a sejtet a sejt belső sókoncentrációjánál töményebb sókoncentráció adatba helyezve azt tapasztaljuk, hogy a víz ozmózis következtében kiáramlik a sejtekből, és ezáltal a sejtmembrán elválik a sejtfaltól, amit nagyon szépen láthatunk ezeken a sejteken. Míg alapesetben egészséges sejteket láthatunk, amelyekben nem történt meg a plazmolízisnek a folyamata. Egyébként a többi folyamatra rátérve elmondhatjuk, hogy mind a pinocitózis, mind a fagocitózis a sejtek által történő bekebelezésre utal. A pinocitózis valamilyen folyadék állagú anyagnak a bekebelezésére, míg a fagocitózis valamilyen szilárd állagú anyagnak a bekebelezésére utal. Míg a deplazmolízis az a plazmolízisnek a fordított folyamata, ami tulajdonképpen akkor történik meg, hogy a már plazmolizált sejteket újra tegyük fel desztillált vízbe helyezzük, tehát mindenféleképpen a sejt belső koncentrációjánál alacsonyabb koncentráció oldatba. Ennek következtében fordított folyamat zajlódik le, mint a plazmolízis során, a víz beáramlik a sejtekbe, és hogyha nem telt el sok idő a plazmolízis óta, akkor visszaáll a sejteknek az eredeti állapota. Tehát akkor még egyszer a hetes kérdésre az első válasz lehetőség a plazmolízis lesz a helyes megoldás. 11. kérdés. Jelöld meg azt a sejtalkotót, amelyik részt vesz a fehérjék szintézisében. Nos, a fehérjék szintézisében a ribosóma nevű sejtalkotó fog részt venni. Ez egy olyan kérdés, amit a biológiai tanulmányaink során megtanultunk a középiskolákban, és igazából ez a kérdés, illetve a feltett válasz lehetőségek kevés lehetőséget adnak nekünk arra, hogy kizárjuk az esetleg nem ideillő válasz lehetőségeket. Itt a ribosóma az egyértelmű helyes válasz lehetőség. A ribosóma egyébként két alegységből áll, egy nagy és egy kis alegységből, megtalálhatóak a sejten belül szabad formában, a citoplazmában, illetve a durva vagy szemcsés endoplazmatikus retikulumnak is a felszínén. Tehát még egyszer, 11-es kérdés, a ribosóma a helyes válasz. 12-es kérdés a fotoszintézisről szól, így hangzik, a fotoszintézis a sötét szakasza a következő helyen megy végbe. Első válasz lehetőség a mitokondriumok mátrixában, második a kloroplasztiszok strómájában, a harmadik a mitokondriumok belső membránján, a negyedik válasz lehetőség szerint pedig a kloroplasztiszok külső membránjának közreműködésével. A fotoszintézis a zöld növényekben lejátszódó nagyon fontos folyamat, mindenféleképpen a kloroplasztiszokhoz köthető, tehát ilyenkor már két válasz lehetőség nekünk ki is esik, maradt a második, illetve a negyedik még a versenyben. Itt megint csak tisztában kell lennünk a fotoszintézisnek a folyamatával, illetve azzal, hogy a maga a fotoszintézisnek a sötét folyamata az a kloroplasztiszoknak a strómájában, tehát a belső terében zajlódik le. Itt történik meg a légköri széndioxidnak a fixációja, valamint a fotoszintézis végtermékébe, a valamilyen egyszerű cukorba történő beépítése. 33. kérdés, egy genetikai feladat, amely így hangzik. Két ifjú genetikus különböző görögdényéket keresztezett egymással. Az egyik termései gömb alakúak és zöldek voltak, míg a másiké megnyúltak és csíkosak. Az utódoknál a következőket kapták. 3/8 gömb alakú zöld termésű, 3/8 gömb alakú csíkos termésű, 1/8 megnyúlt alakú zöld termésű, valamint 1/8 pedig megnyúlt alakú csíkos termésű lett. Ennek kapcsán az ifjú genetikusok kinyilvánították véleményüket, hát amelyek nem egyeznek meg egymással. Az első genetikus azt mondja, hogy a termés gömb alakja domináns tulajdonság, a második genetikus szerint pedig mindkét kiindulási forma heterozigóta a termésük alakja szerint. Nekünk az a feladatunk, hogy eldöntsük, hogy kinek van igaza. Csak az első genetikusnak, csak a másodiknak, esetleg mind a kettőnek igaza van, vagy pedig mindketten tévednek-e. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik a domináns tulajdonság, illetve hogy a kiindulási formák genetikai állományokat tekintve heterozigóták vagy pedig homozigóták voltak-e. Ezt csak úgy tudjuk elvégezni, hogyha megpróbálunk minden lehetséges keresztezést végignézni.
Mivel nem tudjuk, hogy melyik a domináns és melyik a recesszív jelleg, egyik, illetve a másik jelleg esetén sem, úgyhogy lássuk sorba ezeket a lehetőségeket. Az első lehetőség szerint a gömb alakú termés lesz a domináns a termés alakját tekintve, míg a megnyúlt alakú termés lesz a recesszív tulajdonság. A domináns tulajdonságokat nagy betűvel, a recesszív tulajdonságokat pedig kisbetűvel jelöljük. A másik jelleg a termésnek a színe, illetve a színezete. Az első esetben domináns tulajdonságként a zöld szín fog nekünk szerepelni, míg recesszív tulajdonságként pedig a csíkos színezetű termés. Azt tudjuk, hogy milyen egyedeket kereszteztek egymással. Tudjuk azt, hogy az egyik termései gömb alakúak és zöldek voltak. Na most az első oszlopban szerepelt genotípusú egyedek mindegyike zöld, illetve a termései gömb alakúak, abban az esetben, hogyha a tulajdonságokat az alábbi rendszer szerint jelöljük meg. Míg a másik egyedünk, az pedig megnyúlt volt alakját tekintve, és színezetét tekintve pedig csíkos. Hogyha ezekből a megjelölési rendszerekből indulunk ki, akkor a második egyednek a genetikai állományát csak úgy tudjuk leírni, hogy mind a két tulajdonság recesszív, tehát kisbetűkkel szerepel. Lássuk akkor, hogy milyen lehetséges kombinációk jöhetnek létre, ami a gamétákat illeti. Az első esetben tulajdonképpen csak mindkét egyed egy-egy gamétát képes kialakítani, amely a következő tulajdonságokat fogja hordozni. A második esetben egyik egyed két gamétát, a másik pedig egyféle gamétát tud kialakítani. A harmadik esetben az egyik egyed, az első, amely mindkét tulajdonságra tekintve heterozigóta, az négyféle gamétát képes kialakítani, míg a második egyed, amely mind a két tulajdonságát tekintve a megadott feltételek alapján recesszív, ezért ő csak egyféle gamétát képes létrehozni. A negyedik esetben az első egyet kétféle gamétát, a második egyet pedig továbbra is csak egyféle gamétát képes létrehozni. A gaméták mellé írt számok azt jelentik, hogy az egyes esetekben hányféle, illetve a keresztezési táblázatban hány kis négyzetünk szerepelne, hány kis rubrikánk szerepelne. Láthatjuk, hogy maximálisan 4 szerepel, azonban a feladatból látjuk azt, hogy összességében 8-nak kellene lenni, hiszen a 8-ból 3 az gömb alakú és zöld termésű, a 8-ból 3 gömb alakú és csíkos termésű, a 8-ból 1 megnyúlt alakú zöld termésű, illetve a maradék 1 a 8-ból, az pedig megnyúlt alakú és csíkos termésű lett. Tehát ugye 4 egyedből, tehát 4-féle variációból 8 sehogy sem jöhet ki, tehát ez a beosztás, ami arra vonatkozik, hogy melyik tulajdonság domináns és melyik recesszív, esetünkben sajnos nem hozott eredményt, ezért tovább kell vizsgálódnunk. Lássuk a második esetet. Itt egy kis változás történt, itt másképp jelöltük meg a tulajdonságokat. A megnyúlt alakú termést jelöltük meg nagy albetűvel, tehát domináns tulajdonságnak, míg a gömb alakú termés az recesszív tulajdonság. A másik esetben a csíkos színezetű termés lesz a domináns, és a recesszív jelleg pedig a zöld színű termés lesz, amit kis B-vel jelöltünk meg. Ebben az esetben is a megadott feltételek alapján, hogy milyen egyedeket kereszteztünk egymással, felírhatjuk az egyedeknek a lehetséges genetikai állományát erre a két tulajdonságra nézve. Tulajdonképpen az előzőhöz nagyon hasonló eset áll fenn, annyi különbséggel, hogy most az első egyedünk lesz, amelyik mind a két tulajdonságát tekintve recesszív jellegű allélokat tartalmaz, míg a második egyedünk lesz az, amelyiknek a genetikai állományát erre a két tulajdonságra nézve kissé jobban variálhatjuk. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy itt sem a lehetséges keresztezések így sem adják a feladat szövegének megfelelő keresztezési formákat. Haladjunk hát tovább a harmadik lehetséges megoldásra. Itt megint csak változtattunk a feladat feltételeiben olyan értelemben, hogy átrendeztük a tulajdonságokat, hogy melyik domináns és melyik recesszív.
tulajdonság a termés alakját és színét tekintve, amelyeket figyelemmel kísérhetünk az itt feltüntetett adatok alapján. Itt is leírjuk, hogy milyen lehetséges keresztezések jöhetnek létre, és itt is megállapíthatjuk, hogy igazából a feladat feltételeinek egy sem felel meg. A negyedik lehetőség az előzőekhez hasonlóan alakul ki, megint csak megjelöljük a tulajdonságokat úgy, hogy melyik a domináns és melyik a recesszív, ahogy még eddig nem tettük meg, tehát a legutolsó lehetséges módon, és ezeket is keresztezzük egymással. Itt a következő eseteket lehet figyelembe vennünk, amelyek kialakulhatnak, azonban, hogyha megnézzük a gamétákat és megnézzük azt, hogy hány lehetséges variációt alakítanak ki, ezek sem hozzák a feladat szövege által említett 8 lehetséges variációt. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy maga a feladatnak a megfogalmazása, a szövege ilyen feltételek mellett sajnos hibás, és így nem tudjuk megfelelő mértékben elvégezni a feladatot, valamint nem tudjuk megfelelően értékelni a genetikusoknak az állítását. Nos, ezt a 2017-es év folyamán úgy oldották meg, hogy amennyiben a külső független tesztelésen valamelyik kérdés mégiscsak hibásnak vagy rosszul megfogalmazottnak bizonyulna, akkor 2017-ben azt a megoldást alkalmazták, hogy bármelyik válaszlehetőség megjelölve végül is helyesnek fogadható el. Tehát esetünkben igazából bár egyik sem helyes válasz a feladat feltételeire, azonban a feladatnak a hibás volta miatt mindegyik válaszlehetőséget helyesnek fogadtak el a bírálóbizottságban. A 34. feladat egy genetikai feladat, így hangzik. A baromfik tarkató színezetét az X-kromoszómával kapcsolt nagy B-gén határozza meg, a fekete színezetet a kis B-gén. Fekete kakas kereszteztek tarkatyúkkal. Mennyi az esélye annak, hogy az F1 nemzedékben az apára hasonlító hímek jelennek meg? Vedd figyelembe, hogy a madaraknál a heterogamétás ivranőstény. A választ lehetőségek között szerepel 0%, 25%, 50%, valamint 100%, tehát azt kell eldöntenünk, hogy milyen arányban fognak olyan kakasok születni, amelyek az apára hasonlítanak, tehát feketék lesznek. Az esetek között nem lesz ilyen, az eseteknek a negyedében, a felében, vagy pedig minden kakas, amelyik ki fog kelni a tojásból, az fekete kakas fog lenni a feladat feltételei alapján. Ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani, szintén fel kell írnunk azokat a genetikai törvényszerűségeket, amelyek alapján tájékozódni tudunk a feladat szövegében és a megoldásában. Ugye a feladat kiemeli azt, hogy a madarak esetében a heterogamétás ivar a nőstény, ami azt jelenti, hogy a nőstény egyedek esetében az ivart meghatározó kromoszoma pár a heterogamétás, tehát náluk nem egyformák az ivari kromoszómák. Az embernél tudjuk nagyon jól, hogy a férfiak esetében találkozhatunk az XY kromoszómapárral, most a madaraknál ez fordítva van. Sőt, ezen esetek megkülönböztetésére a szakirodalomban több helyen találkozhatunk olyannal, hogy a kakasokat nem XX-el, hanem ZZ-vel, míg a tyúkokat, azokat nem XY-nal, hanem ZW-vel jelölik meg, épp az ilyen eseteknek az egyértelmű megkülönböztetése céljából. Azonban, mivel a feladatban X kromoszóma van megadva, és ezzel egyértelműen a párja az Y lesz, mi a továbbiakban ezzel fogjuk tovább folytatni a számítást. A feladat szövegéből tovább haladva tudjuk azt, hogy a tarka színezetért a domináns formája felelős ennek a génnek, amit nagy B-vel jelölünk, míg a fekete színezetet a génnek a recesszív alléja fogja meghatározni, amit kis B-vel fogunk jelölni a továbbiakban. Ezen ismeretek alapján felírhatjuk, hogy egy fekete kakasnak, illetve egy tarka tyúknak milyen lehet a genetikai állománya erre a tulajdonságra nézve. Fontos még az, ami kiderül a feladat szövegéből, hogy ezek a tulajdonságok azok az X kromoszómával kapcsolatban fognak köröklődni, ezt pedig úgy jelöljük, hogy felső indexbe teszünk egy nagy, vagy pedig egy kis B betűt a feladat szövegének megfelelően, attól függően, hogy milyen, és a génnek milyen alléja található meg az adott X kromoszómához kapcsolatban. Ugye a fekete kakas
úgy tud létrejönni, hogy ha neki mind a két ivari kromoszómájához az adott génnek a recesszív alléja, tehát egy kis B fog kapcsolódni, amelyet itt láthatunk felírva. Egy tarkatyúk pedig akkor jön létre, hogyha az ő X ivari kromoszómájához egy tarka, tehát egy domináns allélja fog a génnek kapcsolódni. Az Y-kromoszómához ez a gén nem képes kapcsolódni, tehát a tyúk esetében csak az X-kromoszómához tudjuk ezt felírni. Ezen ismeretek függvényében haladhatunk tovább, meghatározzuk, hogy milyen gamétákat képes képezni a kakasunk, illetve a tyúkunk. A kakas által képzett gaméták azok itt láthatóak, míg a tyúk által képzett gaméták azok pedig ebben az oszlopban láthatóak. A keresztezéseket elvégezz, ami abból áll, hogy egymás mellé írjuk ezeket a gamétákat, ami által tulajdonképpen a petesegynek a megtermékenyítésekor helyreáll az adott egyedre jellemző genetikai állomány, esetünkben ez csak az ivari kromoszómákra fog korlátozódni. A következő eseteket különböztethetjük meg. Láthatjuk a táblázat alapján, hogy alapvetően kétféle genetikai összetételű variációval találkozhatunk, amelyek egyik fele X nagy B, X kis B, míg a másik része X kis B, Y kóddal, illetve jelekkel írható le. Nézzük meg, hogy ezek a variációk milyen egyedeket fognak eredményezni. Ahol X nagy B, X kis B párosítással találkozhatunk, ott ugye az előzetes feltételeknek megfelelően a kakasról beszélhetünk, méghozzá tarkáról, hiszen a jelenlévő domináns gén elnyomja a génnek a recesszív alléját. Másik esetben pedig, mivel XY párosítással találkozhatunk, itt nőstény egyedekről, tehát tyúkokról lesz szó, és láthatjuk, hogy mind a két esetben az X ivari kromoszómához a kis B, tehát a génnek a recesszív alléja, ami a fekete szín meghatározásáért felel, fog kapcsolódni. Ezáltal láthatjuk, hogy a feladat kérdésében feltett állítás, miszerint, hogy hány apára hasonlító hím, tehát hány fekete kakas fog születni, vagy milyen arányban fognak ezek az udvarok között megjelenni, arra a helyes válasz az, hogy 0%-ban, hiszen a lehetséges utódok közt nem szerepel a fekete kakas lehetőség. A teszt végére érve szeretném megköszönni a figyelmet, amelyet rám szántak, vagy rám szántatok, és egyben szeretnék sikeres felkészülést kívánni a külső független tesztelésre biológiából.